Sziasztok, Dogi vagyok! Itt is lennék azzal a videóval, amit már elég rég megígértem nektek. Ugye többen is kérdeztétek, hogy mikor fog végre elkezdődni a Sims 4 -nek a második évada. Én ugye ezt február elejére, illetve január végére ígértem, azonban közbejöttek jöttek bizonyos technikai problémák, amik miatt még a játékot sem tudtam elindítani. Ez most valamennyire megoldódott, úgyhogy végre bele tudunk csapni a Sims 4 második évadába. Viszont úgy gondoltam, hogy a második évad talán lehetne egy kicsit más, egy kicsit izgalmasabb, egy tematika köré az egészet, És elég sokat gondolkoztam azon, hogy ö, miket is lehetne csinálni. Van olyan ötlet, amit egyébként még külföldön sem láttam, illetve van olyan, amit már más külföldi videósok megcsináltak, úgyhogy ö, biztos lesz olyan, ami már nektek ismerős lesz, hogyha esetleg néztek külföldi videósokat. Én úgy vettem észre, hogy azokat nagyon szerették külföldön, illetve ti is ajánlottátok, hogy jó lenne, hogyha lenne esetleg majd egyszer egy ilyen szimszes sorozat. Úgyhogy szerintem nem is nagyon húznám tovább a szót, nézzétek meg, hogy miket találtam ki. A Facebook-posztban egyébként nagyon sokan ajánlottátok, hogy legyen egy ilyen videós család, ezt is tervezem, viszont ebből szerintem egy második évadot felépíteni kicsit sok lenne, illetve hát nem is tudom pontosan, hogy ezt hogy lehetne okosan megcsinálni, úgyhogy ezt a lehetőséget most kihagytam, de később lehetséges, hogy lesz ilyen is. Az első lehetőség talán az, ami a legjobban hasonlítana az első évadhoz, ez pedig egy modolt Sims Let's Play. Tulajdonképpen itt egy sima családot hoznék létre, modokkal játszanék, kicsit érdekesebbé téve az alapjátékot, viszont olyan lényeges változtatások nem lennének az alapjátékhoz képest. Nincsen konkrét célja a sorozatnak, tehát nincs az, hogyha mondjuk elérjük azt, amit kitűztünk magunk elé, akkor vége is az évadnak. Igazából nem tudom, hogy mennyit lehet kihozni a Sims második évadából, viszont ha nektek az első a legjobban, akkor erre szavazzatok. A következő egy külföldön már eléggé ismert kihívás, a 100 baby challenge, azaz a 100 baba challenge. Röviden, tömören ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy 100 gyerek kell, hogy szülessen a családban. Ennél a kihívásnál egyébként vannak bizonyos szabályok is, amiket ilyen szigorúan beszeretnénk majd tartani, tehát nem lehet csalni, nem mehet el az anyuka például dolgozni, pénzt szerezni is csak úgy szerezhet, hogyha otthon van, úgyhogy szerintem egyébként ez egy nagyon izgalmas kihívás lesz. Nekem egyébként talán ezt tetszik a legjobban, már csak azért is, mert a gyerekek általában elég viccesek szoktak lenni a Simsben. A következő lenne az, amit én találtam ki. Én ilyet még nem nagyon láttam, még külföldön sem, legalábbis ebben a formában biztos, hogy nem. Arra gondoltam, hogy lehetne csinálni akár egy ilyen színvalóság sót is, és ti küldhetnétek be a saját színjeiteket. Fontos lenne egyébként az, hogy legyen jó és rossz tulajdonságuk is, mint általában minden embernek, és hát utána hagynánk, ahogy történjenek a dolgok. Bár arra is gondoltam, hogy a készítők, hogyha vállalják, bár az lenne a legjobb, hogyha vállalnák, azt, hogy minden hónapban leírják azt, hogy hogyan viszonyul az ő szímük a többiek színjeihez. Talán egyébként így lenne a legjobban ilyen valóságsó feelingje az egésznek, és természetesen havonta egy ember kikerülne. Az utolsó lehetőséget pedig azoknak ajánlanám, akiket tényleg nagyon érdekel a játék, és kíváncsiak arra, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Itt mindenféle apró dologgal foglalkoznék, kimaxolnám a skilleket, tehát létrehoznék egy tökéletes szimet. Ugye nagyon sokan írtátok azt az első évad végén, hogy eléggé keszekusza volt, sok ember volt, nehezen tudtam már velük foglalkozni. Itt tényleg csak egy emberrel, maximum kettővel foglalkoznék, és végül is a sorozat célja az lenne, hogy létrehozzak egy tökéletes szimet. Ezeket a lehetőségeket találtam ki, természetesen kommentben nagyon szívesen fogadunk még mondjuk ezekhez valamilyen kiegészítést, ötletet, lehetséges, hogy azokat is alkalmazni fogom, úgyhogy a leírásban meg fogjátok találni a linket, amin keresztül tudtok szavazni. Szavazásra fel, egy héten belül kiderül, hogy pontosan melyik is fog elindulni.